Az első szoktatás után nagyon sok itt lakónál most jönnek elő azok a lelki problémák, amikkel kezdeni kell valamit, ebben is természetesen az önkormányzat segítséget nyújt, és valóban dolgozunk ettől függetlenül természetesen folyamatosan azon, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Az elmúlt napokban is a műszaki szakemberek, statikusok folyamatosan jöttek, mentek itt a helyszínen, hiszen az ország legelismertebb szaktekintélyeit hívjuk ide Szekszárdra, hogy megvizsgálják ezt a szituációt. Nem nagyon volt ilyen még Magyarországon, nem volt ilyenre igazából. Például mai napon is fog jönni egy szaktekintély, ki megnézi, van egy javaslat, egy megoldás egyébként. A városnak és személyesen nekem az volt a kérdésem, hogy az első és legfontosabb az emberi élet. De olyan megoldást kell találni, amely ezt tudja kezelni, és ezt figyelembe veszi. A második kérdés pedig az volt, hogyha lehet, akkor olyan megoldást keressünk, amelyen meg tudjuk menteni az épületet, hiszen ha le kéne bontani, akkor ez sok lakást érintene, nem csak ezt a hármas lépcsőházat, hanem az ötöst is például. Úgy néz ki, hogy különbözőlik egy olyan megoldás, amely minden kritériumnak, elvárásnak meg tud felelni, tehát olyan megoldás fog születni, amellyel stabilizálni tudjuk az épület jelenlegi állapotát, nem fog bekövetkezni további leszakadás, mert a födémek az eléggé megrongált állapotban vannak, és megmenthető lesz az épület. Tehát ezen most már 3 napja dolgoznak a statikusok. Hétfőre hívtunk össze egy egyeztetést, ahol a rendőrség, a tűzoltóság és a szakmai stáb le fog ülni. Megbeszéljük, kinek mi lesz a dolga, és el fogjuk kezdeni a munkálatokat, meg fogjuk oldani ezt a problémát, és meg fogjuk menteni az épületeket, és meg fogjuk menteni a lakásokat is. Nyilván, amelyikben robbanás volt, azt arra nem mernék ígéretet tenni, de a célunk az, hogy azt is valamilyen formában megmentsük. Hála Istennek úgy néz ki az eddigi vizsgálatok alapján, hogy a tartófalak, az oldalfalak még visszahozhatók, úgyhogy ha a födémet ki tudjuk cserélni, és ezzel a technológiával meg tudjuk oldani, akkor a lakások régi állapota visszaállíthatók lesznek, és akkor előbb-utóbb ezért az hónapok, sőt mondhatjuk azt, hogy egyébként lehet, hogy évek, de vissza lehet majd költözni, és nem megy teljesen ki a lakók kezéből a vagyonuk, a kis megtakarításuk, amelyből ezeket a lakásokat vásárolták. Tehát az emberi élet nagyon fontos, és hát az, hogy megmentsük a házakat.